Köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Dránovics Kilián Barbara vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Több mint 50 millió forint kár keletkezett. Éveket kaphat a mecsegi tűz okozója. Határon túli gyermekek orfűn. Vitorlástábort szervezett a Rákóczi Szövetség. A pécsi olimpikon magyar váltóversenyben 21. helyen zárt. Babfőző fesztivál Mohácson. Közel 200 edényben főtt a Sokac bab. Óriási károkat és ezzel együtt óriási felháborodást okozott a mecsegi tűz 2 éve. A pécsi járási ügyészség most emelt vádat közveszélyokozás és a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt. Az elkövetőre több éves börtönbüntetés várhat, akinek valószínűleg a károkozást is meg kell térítenie. Lángok a Nyugatmecsekben ezeken a felvételeken. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak a 2 évvel ezelőtti esethez. Még helikoptert is bevetettek, hogy megfékezzék a pusztítást. A pécsi járási ügyészség most emelt vádat az ügyben. A dokumentumból kiderült, hogy a vádlott 2021 nyarán költözött egy pécsi külterületi zártkerti ingatlanba. A szemközti telken volt egy gödör, amit a vádlott rendszeresen használt kerti és kommunális hulladék égetésére úgy, hogy sem a tűzgyújtásra, sem a hulladékgazdálkodásra vonatkozó szabályokat nem tartotta be. 2022. augusztus 18-án tűzgyújtási tilalom volt érvényben. A vádlott ennek ellenére kora délután műanyagot, fémdobozokat és háztartási szemetet helyezett el a gödörben, majd azokat egy öngyújtóval meggyújtotta. A keletkező tűz hamar átterjedt, belekapott az aljnövényzetbe, és a szárazság és a szél miatt rohamosan tovább terjedt. A vádlott és szomszédja megpróbálták eloltani a tüzet, de nem jártak sikerrel. A tűz hamarosan átterjedt a szomszédos ingatlanokra, majd a széljárás megfordulásával a többi irányban is pusztítani kezdett. Összesen 17 sértett telkén okozott a tűz több 10 000 forinttól több millió forintig terjedő összegű kárt. 3 lakóépület teljesen leégett. Az egyik lakóépület úgy semmisült meg, hogy a tűz következtében felrobbant a benne elhelyezett 2 gázpalack. A Nyugatmecsek tájvédelmi körzethez tartozó erdő részleteket is érintette a tűz, amit az orfűi tóból kivett vízzel helikopter segítségével a levegőből oltottak. Megsérült a környékbeli áramhálózat is. A vádlott cselekménye következtében több mint 50 millió forint kár keletkezett. Az ügyészség a férfival szemben 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, különösen nagy kárt okozó gondatlan közveszélyokozás vétsége, és 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő hulladékgazdálkodás rendje megsértésének büntette miatt nyújtott be vádiratot. Vádiratában azt indítványozza, hogy a bíróság a vádlottat szabadságvesztésre ítélje. Ilyenkor a halmozati szabályok szerint kell a büntetést kiszabni. Az irányadó büntetési tételkeretet jelen esetben úgy számítjuk ki, hogy a súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekménynek a büntetési tételét vesszük alapul, és annak a felső határa emelkedik a felével. Ez azt jelenti, számokban kifejezve, hogy 1 évtől 7,5 évig terjedő szabadságvesztés az, amely kereten belül a vádlottal szemben a büntetés kiszabása lehetséges. Mint ismert, az eset után az elkövető bocsánatot kért minden károsultól, és azt ígérte nyilatkozatában, hogy a károkat a legjobb tudása és szándéka szerint meg fogja téríteni a lehető legrövidebb időn belül. Az ügyészségi szóvivőtől megtudtuk, hogy a rendőrségi eljárás alatt erre nem került sor. A károsultak így a bírósági szakaszban polgári peres úton kérhetik a kártérítést a mecseki tüzet okozó férfit. Vitorlázás, kirándulás, orfűi élmények. A Rákóczi Szövetség tartotta vitorlástáborát a Baranyai településen ezen a héten. A határon túlról érkezett fiatalok vitorlás oktatásban részesülhettek, és gyönyörű környezetben életre szóló élményeket szerezhettek orfűn. Én szerintem ez egy nagyon jó tábor volt, és lehet, hogy jövőre is jövök. Mondja ez a fiú, aki Szerbiából érkezett orfűre. Az itteni egyhetes táborban a vitorlázással ismerkedhetnek meg a határon túli magyar gyerekek. Félig meddig megtanultam, most kormányozok először a Bahián, azon a nagyhajón, de már
mentem először azon a kis optimist hajón, vitorlás hajón. Mi Romániából jöttünk, én Temesvárról. Én Aradról. És nagyon jól éreztük magunkat. Én a tábor előtt semmit nem tudtam a vitorlázásról, de így már harmadik napra megtanultam maga biztosan vitorlázni. Mondják ezek a fiatalok, akik most éppen a vízben hűsölnek. 24 gyerek érkezett Párciumból és Délvidékről, tehát Vajdaságból. Szokott lenni néha szerdai napon egy kis túrázás, gyerekek elmennek például a kilátóba, hogy ilyesmi, onnét megnézik itt a környéket, szép a kilátás, de alapvetően a vitorlázásról szól ez a tábor, meg a lubickolásról is persze, azért elég meleg van. Bor Dániel azt mondja, a gyerekek szívesen ülnek a hajukba, tetszik nekik a vitorlázás. Szívesen tanulják meg az alapokat ebben a pár napban. Javarészt olyanok érkeznek, akik még sosem próbálták ki a vitorlázást, és érdeklődőek nagyon a vitorlázás iránt. Szerencsére a vitorlázás az egy olyan sport, ami már a tanulási fázisban is nagyon élvezetes tud lenni, és aránylag hamar el lehet jutni arra a szintre, hogy már önállóan el tudnak jobbra-balra mozgolódni a vízen ilyen kisebb, enyhébb, max. Ilyen kisebb, közepes szelekben. A vitorlázáson és a strandoláson, kiránduláson kívül fontos, hogy ezek a gyerekek megismerjék egymást, bár a Kárpát-medence különböző részéről érkeznek, de mindannyian magyarok, mondja a Bor Dániel. Különböző magyar lakta tájakról kerülnek ide egy helyre magyarul beszélő, magyar gondolkodású fiatalok, és szerintem nekik egy tök jó élmény az, hogy egymással találkoznak. Ezért is szervezi meg nyári táborait a Rákóczi Szövetség, köztük az Orfűi Vitorlástábort, hogy nyaranta közös élményt kaphassanak ezek a gyerekek. A Baranyai Orfűn idén augusztus 12-e és 16-a között várták a 10 és 15 év közötti fiatalokat. Rövid híreink következnek. Az előttünk álló hosszú hétvégére és az ünnepekre készülve a MÁV Start figyeli az utasforgalmat. Ha kell, több kocsival indítják az Intercity vonatokat. A fővárosi tűzijáték után vonattal hazatérők érdekében az elővárosi esti vonatok hosszabb szerelvényekkel járnak majd a budapesti pályaudvarokról. A MÁV hév pedig nagyobb kapacitású járműveket közlekedtet egyes hévvonalakon. A MÁV és a Volánbusz kéri, aki utazni akar, időben tájékozódjon az ünnepnapi és hétvégi közlekedési rendről. Elmarad a Magyar Pásztorkutyák Terelőversenye program az állatok védelme érdekében. Az elrendelt harmadfokú hőségriasztás augusztus 18-a éjfélig tart. A hőség miatt az augusztus 17-ére meghirdetett terelőversenyt nem tudják megtartani a Szaporcai Ősdráva látogatóközpontban, adta hírül a Dunadráva Nemzeti Park Igazgatóság. A pécsi születésű Récsei Rita és Mercsány Bence képviselte Magyarországot a vadonatúj olimpiai versenyszámban. A sporttörténelem egyik új fejezete a vegyes maratoni gyalogló váltóverseny. A Récsei Benyercsán alkotta magyar váltó 21. helyen zárt, 2 perccel jobb eredményt értek el, mint amivel a kvalifikációt megszerezték, ezzel tovább javítva a szám legjobb magyar eredményét is. A pécsi származású sportolónőt telefonon értük el. Két versenyszámban is indult Récsei Rita a 2024-ben megrendezett párizsi olimpián, az egyéni 20 kilométeres gyaloglásban és a maratoni vegyes váltóban. Eddig is 2 versenyszám volt az olimpián, a 20 kilométeres és az 50 kilométeres gyaloglás. Azonban az 50 kilométeres kivették és ehelyett tették be a vegyes váltót, mondta Récsei Rita, pécsi származású szakaszvezető, aki hazánkat és a Magyar Honvédséget képviselte a 33. nyári olimpiai játékokon. Az olimpikon telefonon értük el. Ezzel így izgalmasabbá akarták tenni a versenyt, hogy ez a maratoni vegyesváltó tulajdonképpen a maratoni táva 42 kilométernek a felosztása. Egy nő és egy férfi indul, és 4 felé osztották ezt a távot, és így kétszer váltjuk egymást. És hát az olimpiai bizottság úgy gondolta, hogy ez így egy izgalmasabb verseny lesz.
A váltóversenyt pár éve vezették be. Tavaly került be az olimpiai versenyszámok közé, fogalmazott Récsei. Venyercsán Bencével a vadonatúj olimpiai műsorszámban a maratoni gyalogló vegyes váltóban állt rajthoz. Tavaly tudtuk meg, hogy ez tényleg lesz. Alapvetően ugye az egyéni versenyszámra készültünk a 20 kilométerre, és ez mellett kezdtünk el Bencével készülni a váltóra is, és indultunk ilyen tesztversenyeken, ahol ezt gyakoroltuk, és kipróbáltuk, hogy milyen az a verseny, illetve hát ebbe az a nehéz, hogy igazából 2x10 kilométer gyalogolsz, és közben egy hosszú, egy 40-45 perces pihenőd van, és akkor ezt így edzésen szimuláltuk, hogy milyen ez a hosszú pihenő, és így különböző ilyen edzés szituációkban is készültünk erre. Az útvonal a francia főváros több nevezetességét érintette, így többek között az Eiffel-tornyot is, és a harmadik Sándor hidat is, folytatta az élménybeszámolót a sportoló. Ez nagyon szép helyen volt, ez a Trocadéron volt, az Eiffel-torony előtt egy ilyen 1 kilométeres útszakaszt zártak le, és ott gyalogoltunk 1 kilométeres körön az Eiffel-torony előtt, úgyhogy egy gyönyörű, szép helyszínen volt, nagyon hangulatos volt. Venyercsán Bencével, mióta Rita válogatott versenyző lett, 15 éves kora óta edzenek együtt. Amikor Budapestre kerültem, akkor kerültünk mi egy klubba, és azóta szinte minden edzést közösen csinálunk, úgyhogy igen, amúgy is mi már így edzéseken is össze voltunk hangolódva. A magyar sportolónő 21. helyen zárt a páros a 25 duót számláló mezőnyben. A pécsi születésű Récsei Rita nevéhez fűződik a legjobb magyar teljesítmény 20 kilométeres gyaloglásban a 2024-es párizsi olimpián. Idén már 30. alkalommal rendezték meg Mohácson a népi és nemzetiségi hagyományokat felelevenítő babfőző fesztivált, horvát kulturális és gasztronómiai találkozót. Csak nem 200 edényben főzték a sokac babot a rendezvényen. Ha pedig valakinek kedve támad kipróbálni a főzést, a rendezvényen még megfelelő anyagedényt is vásárolhatott. A sokac bab különlegessége az elkészítés módjában áll. Régen, a mezőgazdasági munkák kezdetekor előkészítették az edényt, amelyet a tűz mellé állítottak, majd a délelőtt folyamán mindig hozzáadtak valamit. A mohácsi sokacok olvasókörének tagjai idén is már 30. alkalommal augusztus első hétvégén rendezték meg a mohácsi népi és nemzetiségi hagyományokat felelevenítő babfőző fesztivált, horvát kulturális és gasztronómiai találkozót. Hát a 30. babfőző fesztiválon vagyunk jelenleg. Hát azt kell tudni, hogy 1994. augusztus 13-án szervezték meg az első babfőző versenyt, ami itt zajlott az olvasókörnek az udvarába. Akkor 14 edényben főztek, és az újságcikkből értesülve már összegyűltek 200-an. A sokacbab egy finom bableves, újabban babgulyás, aminek az az igazi különlegessége, ahogyan készül. Szükséges hozzá egy megfelelő belső ívvel rendelkező cserépedény, amely jól bírja a magas hőmérsékletet. Az idei évben rekordmennyiségű sokacbab készült a fesztiválon. Igen, 73 nevező volt, 165 edényben 1180 liter bab főlt meg, és 131 asztalgarnitúrát raktunk rá. A mohácsi horvátok körében a sokacba főzése egy olyan hagyomány, amely elsajátítása apáról fiúra száll. Hát ez röviden, ugyebár az összetevő a lényeg, hogy itt mohácsi jellegzetiségből fakadóan tarkababból és banyababból készül, és itt a java rész, a lényegi dolog az a füstölt hús. De most már ugyebár ebből fakadóan ugyebár jobban élünk, ezért sokkal több színhús van. És ugyebár zöldségek, és paprika, kis só, és ez a lényege az ételünknek. A köcsökben vőtt sokacbab egy olyan étel, ami első ránézésre minden családnál ugyanolyan. De összetevőket, fűszereket tekintve, ahány ház, annyi szokás. A rendezvény a busójáráshoz hasonlóan Mohács életének szerves részévé vált az évek során. A régió híreivel folytatjuk. Végéhez közeledik a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program, a gazdatársadalom segítő szándékú adománygyűjtő kezdeményezése. A fogadó pontok még várják a felajánlásokat.
Megurult az adomány az Őcsényi telephely mérőpontjára. Tolna vármegyében, ezen kívül Dalmandon, Tamásiban és Bölcskén várják a zsákokat. A Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program ugye lényege, hogy a mezőgazdasági termelők az általuk megtermelt búzából karitatív célokra ajándékoznak. A programban nem csak az összetartozás és az adományozás került fókuszba, hanem a kultúránknak és a hagyományainknak megőrzése, ápolása is. Még mindig szép számmal érkeznek be felajánlások. A mai napon azért jöttünk ide, hogy átvegyünk egy 500 kg-os búzaadományt a Green Plus Kft. Jóvoltából. Jelenleg a búza, összegyűjtött búza mennyisége 7-7,5 tonna körül van a vármegyében. Szeretnénk elérni a 10 tonnát, és szeretnénk még fölé menni, tehát az elmúlt években 10-12 tonna búzaadomány gyűlt össze a megyébe, sajnos ezt még nem értük el. Az előre eltervezett augusztus 20-ai záró időpontot ennek érdekében meghosszabbították egy héttel. Én nagyon-nagyon büszke vagyok a Tolna vármegyei gazdákra, hogy évről évre összefognak, és a nagyszerű összefogásuknak köszönhetően van lehetőség arra, hogy a rászoruló családokat lisztadománnyal támogassuk. Szeretném felhívni arra is a figyelmet, hogy itt nem csak arra van lehetőség, hogy gazdaként búzát adományozzanak, hanem arra is van lehetőség, hogy a személyi jövedelemadójukat felajánlják ennek a nagyszerű programnak a támogatására, és van arra is lehetőség, hogy egyéni adományokkal támogassák ezt a programot. Én arra biztatok mindenkit, hogy ha van lehetőségük, akkor segítsék ezt a karitatív programot, hiszen, ahogy említettem, ez a Kárpát-medence egyik legnagyobb karitatív programja, és mindenképpen jó célt szolgál. Úgyhogy arra bátorítok, és kérek mindenkit, hogyha van lehetősége, akkor segítse és támogassa ezt a programot. Van még idő tehát csatlakozni és jó célt szolgálni a program keretében. Gyakoriak a biciklis, illetve gyalogos balesetek figyelmetlenség miatt Tolna vármegyében. A héten erre több példa is volt. Fokozott odafigyelésre van szükség a szerencsétlenségek elkerülése érdekében. A hét első napján egyszerre három személyi sérülés is történt gázolás következtében. Gépjárművezető, elektromos rollert használók, kerékpárosok, gyalogosok. A szabályok betartása mindenkire egyaránt vonatkozik az utakon. A balesetek úgy történtek az egyik Pakson hétfőn délután, amikor is egy kerékpáros közlekedett a Táncsics Mihály utcában, vele szemben pedig egy járműnek a vezetője balra kívánt bekanyarodni a Bátori utcába, azonban nem biztosított elsőbbséget a vele szemben szabályosan közlekedő kerékpárosnak. A két jármű összeütközött, a kerékpáros elesett, és könnyebben sérült meg a balesetben. Ehhez majdnem hasonló, majdnem ugyanolyan baleset történt Dombóváron is néhány órával később, amikor is egy jármű megelőzte az előtte haladó kerékpárost, azonban nem mérte fel annak sebességét, és bekanyarodott az korábban megelőzött kerékpáros elé. A balesetben itt is elesett a kerékpáros, fejsérüléseket szenvedett, őt is kórházba szállították. A harmadik baleset pedig Pakson történt szintúgy, ahogy az első kerékpáros baleset, itt pedig egy gyalogost ütöttek el. A KRESZ szabályait ismerve és betartva, valamint odafigyeléssel lényegesen csökkenthető lenne a tragédiák száma. Arra szeretném felhívni minden járművezetőnek a figyelmét, illetve minden közlekedésben résztvevőnek a figyelmét, hogy fokozottan ügyeljenek egymásra, legyenek figyelmesek és toleránsak az utakon, illetve abban az esetben, hogyha valaki gyalogosként a zebrán kíván átkelni, akkor mindig vegye fel a szemkontaktust a járműnek a vezetőjével, ezzel is felhívva figyelmét arra, hogy ő éppen át szeretne kelni az úttesten, ugyanis a zebra a gyalogosok számára fenntartott hely, hogyha ők lelépnek az úttestre, természetesen nem féktávolságon belül, akkor az elsőbség az övéké. Szekszárdiakat kérdeztünk arról, hogy mik a tapasztalataik a gyalogos átkelőhelyek biztonságosságáról. Alapvetően biztonságosnak érzem, sőt én azt gondolom, hogy sokat javult a helyzet mostanában. Azt kell tudomásul venni, hogy a gyalog átkelő a gyalogosnak van elsőbsége. És én azt gondolom, hogy az autósoknak nagyobb felelőssége van abban, hogy a gyalogos biztonságban át tudjon kelni, mint magának a gyalogosnak. Persze hát a figyelem az fontos mindkét részről. Van még mit tanulni. Ma tisztességes közlekedés, a gyalogos közlekedésről. De hát én már nem ugrálok, ebből következik, hogy próbálom betartani a betartókat. Esetenként lehetne több zebra, meg talán észszerűbb helyen is, de hát biztos a közlekedés
forgalma miatt van ez így. Az elektromos rollerről is megoszlanak a vélemények. Mindenképpen engedélyhez kötném, jogosítványhoz, mert nagy sebességre képesek és nagyon sérülésveszélyes, amiért én bukósisak és jogosítványt mindenképp kötelezővé tennék ahhoz, hogy ezzel lehessen haladni. Kifejezetten most ebben a nagy kánikulában ajánlatos még jobban odafigyelni egymás testi épségére. Közel 10%-kal többen utaztak eddig idén a balatoni hajózási ZRT járatain, mint az előző évben. A kompok egymást váltják Szántód és Tihany között, ugyanakkor a programhajók is népszerűek. A Bahat augusztus 20-ára pedig külön tűzi játéknéző hajókkal is készül. Hétköznap is nagy a forgalom a Szántódi révben, egymást váltják a kompok a kikötőben. Sokan választják ezt az utazási formát a déli és az északi part között, hiszen néhány perc csak az út. Most nyáron sokat vagyunk itt a Balatonon, mi most Füredre költöztünk, Bogláról laknak anyukámék, meg a nagymamámék, és itt tudunk a leggyorsabban átmenni Füredről ide Szántódra, innen ugye Boglára, és hát nagyon jó, hogy ilyen közel van, mert igazából tényleg így a leggyorsabb, mint hogy körbe menni az egész parton, úgyhogy nagyon szeretjük. Jó napot, oda-vissza, 225 éves. Autóval, kerékpárral és gyalogosan is igénybe vehető a Bahart komp szolgáltatása, amelyet sokan kirándulás céljából vesznek igénybe. Mi Barbacsról, Györmoson, Sopron megyébe jöttünk, és igazából mi mindig itt nyaralunk Zamárdiban, és egy napot mindig Tihanyban töltünk. És ugye a gyerekeknek is egy nagyon nagy élménye az, hogy komppal közlekedünk. Az autót lerakjuk ilyenkor, és akkor komp és kisvasút utána is vissza. A kompok mellett a programhajók és a sétahajók is nagyon népszerűek a Balatonon. Az online jegyvásárlással pedig elkerülhető a sorbanállás. Ennek is köszönhető, hogy tovább nőtt az utasforgalom a magyar tengeren. Nagyon népszerűek a balatoni hajózás hajói ebben az évben is. Közel 10%-os az utas többletünk az év eddigi részében. Ez azt jelenti, hogy már több mint 1,6 millióan vették igénybe a szolgáltatásainkat. A tavalyi év ezen időszakában még nem értük el a 1,5 milliót, és ez igaz mind a kompokra, mind a személyhajókra. Nagyon népszerűek az új hajók, sokan keresik őket, és hát az új programok és az intenzívebb menetrend is meghozta az utazókedvet. A társaság a főszezonban sűrített járatokkal várja az utasokat, emellett a jóga, buli és gyerekhajók is népszerűek. Augusztus 20-án pedig tűzijátékot is lehet majd nézni a Balaton közepéről. Híradónk végén baranyai témáink, még egyszer röviden. Több mint 50 millió forint kár keletkezett. Éveket kaphat a mecsegi tűz okozója. Határon túli gyermekek orrfűn. Vitorlástábort szervezett a Rákóczi Szövetség. A pécsi olimpikon magyar váltóversenyben 21. helyen zárt. Babfőző fesztivál Mohácson. Közel 200 edényben főtt a Sokac bab. Pénteken a napos időt csak néhol szakíthatja meg zápor, zivatar. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás, erős, viharos széllökések csak záporok, zivatarok környezetében lehetnek. Újabb trópusi éjszaka várható 15 és 24 fokos minimumokkal, délelőtt 25 és 32, délután pedig 33-40 fokos hőség érkezik. Friss hírekkel legközelebb, holnap este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!